Kiváló meccsek, jeles szakértők, hideg italok és jó hangulat. Az Argentina-Horvátország mérkőzést néztük a bajnok teraszon. Június 14-én elindult az oroszországi foci VB, és szokás szerint megnyitotta kapuit Újpest szívében a bajnok terasz is, ahol egy óriási LED falon követhetjük a világbajnokság meccseit, és közben jól felszerelt büféknek köszönhetően enni és innivaló is akad bőven. Torok nem maradhat szárazon. Egy héttel a nyitás után, az első csoportkört követően, június 21-én egy igazi rangadót, az Argentina-Horvátország mérkőzést nézhették meg az újpestiek, akik a hétköznap esti időpont ellenére megtöltötték a bajnokteraszt. A fontosabb meccsekre vendégeket is hívnak a szervezők, egykori újpesti játékosokat, közéleti személyiségeket, művészeket, szakértőket, hogy közösen beszéljük ki az eseményeket. Ez ezúttal is így volt. A csütörtök esti futballcsemegét Bene Ferenc labdarúgóedző, az egyik legnagyobb újpesti foci legenda fia, és Egressy Zoltán, nagy újpest szurkoló hírében álló, kiváló író, értő kommentálásával élvezhették a bajnokterasz meccsnézői. A parázsmérkőzés Horvátország kiütéses 3-0-ás győzelmével végződött, de a VB folytatódik, és természetesen a bajnokterasznak sincs még vége. Kiváló meccsekkel és jeles vendégekkel várja a szurkolókat.